Szeretném, hogyha most egy történeten keresztül elgondolkodnánk azon, hogy ugye szükséges az, hogy szolgáljunk Istennek, és hogy védjük azt, amit Istentől kaptunk, azt az elhívást, amit kaptunk Istentől, és legyünk kitartóak, ragaszkodjunk az Úrhoz. És szeretnék egy történetet felolvasni a Bibliából, ez egy hosszabb szakasz lesz, és részleteket fogok felolvasni, de otthon elolvashatjátok az egész történetet, hogy kerek legyen. Ez Nehémiás könyvéből lesz, Nehémiás története, és az első fejezet első verstől kezdjük, és akkor utána pár részletet felolvasunk, aztán el is mondom azt, amit kihagyunk, de tényleg otthon elolvashatjátok, hogy így teljes legyen a történet. Ez a Nehémiás 1-től. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfara, csupa rés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át böjtöltem, és sírtam és gyászoltam. Böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennek Istene, te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, aki boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Arta-Sasztá király uralkodásának 20. évében a Niszán hónapban történt. Bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak. Örökké éljen a király! Hogyne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűzemésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem, mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez. Majd ezt mondtam a királynak, ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldje engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt, miközben a királyné mellette ült. Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem vele az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak, ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, hogy elengedjenek átutazni, amíg meg nem érkezem Júdába. Adasson egy levelet Ászávhoz, a királyi erdők őréhez is, hogy adjon nekem gerendának való fát, a templomnál levő erődítésnek, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, ahova én megyek. A király megadta ezt nekem, Istenemnek hozzám való jó akarata folytán. Amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A
király adott mellém a haderőből tiszteket és lovasokat is. Meghallotta ezt a Húróni, Szamballat és Túbiá, az Ammóni szolga, és nagyon rossz hallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel. De senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Míg állat sem volt velem, azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. És akkor most folytatjuk a 3. fejezet 33-as versétől. Amikor meghalott a Szamballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy bosszúságban gúnyolni kezdte a júdeiakat. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdeiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre keltetik ezt a halom követ, amely porrá égett. Mellett állt az Ammóni Tóbiá, és ezt mondta. Mármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalakat. Halld meg, Istenünk, hogyan csúfolnak bennünk minket. Fordíts vissza fejükre gyalázkodásukat. Legyenek prédává rabtartóik földjén. Ne nézd el bűneiket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott. És akkor a következő, ahol folytatjuk, ez az 5. fejezet 16. vers. Ezt Nehémiás mondja. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam. Mezőt nem szereztem, és legényei mind részt vettek a közös munkában. Az én asztalomnál étkeztek a júdaiak, a 150 elöljáró, meg mindazok, akik a körülöttünk levő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, és 10 naponként mindenféle bor is volt bőségesen. De nem én követeltem a helytartóknak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Tartsd emlékezetedben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. És akkor még a 6. fejezet 15. verse, versétől a 16-ig. A várfal Elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Szóval eddig volt az a rész, amit szerettem volna, hogy felolvassunk. Tehát kis előzményként ugye ennek a történetnek közvetlen előzménye, hogy a zsidó nép a bűnei miatt, bűnei következtében Isten deportálta őket különböző népek közé, és fogságba kerültek, és így bukott el Jeruzsálem is. Különböző népek közé szóródtak el a zsidók, és azt olvassuk ebben a részben, ugye, hogy ez a király, ez a perzsa király, akik leigázták később Babilont, engedélyt adott arra Nehémiásnak, hogy ez a várfal, amit leigáztak, azt újra építse, vagy építesse Nehémiás. És aztán majd későbbi történetben látjuk, hogy Isten kegyelméből vissza is térhet a nép arra a helyre, ahova Isten elhívta őket. Ugye a várfal, amit Nehémiás kezd el építeni, az azért is volt jelentős, mivel ugye egyrészt a várfalnak a funkciója az volt, hogy egy védelmet adott a városnak. Hogyha jöttek külső ellenségek, akkor egyfajta védelmi rész volt arra, hogy azt a várost, ahol sok ember lakott, azt megvédje. Illetve ugye egy ilyen elkülönítő rész is volt, hogy látszódott, hogy itt van a határa annak a városnak. Szóval egy fontos szerepet játszott abban a korban a várfal, amit most Nehémiás szeretne helyreállítani. És ugye visszatérve arra, hogy ugye miért is szerettem volna, hogy erről gondolkozzunk meg Nehémiás kapcsán egy kicsit,
Ugye arról beszéltünk, hogy szolgálunk és védünk, és szeretnék kiemelni pár tulajdonságát Nehémiásnak, vagy pár olyan fordulatot, ami szerintem tanulságos lehet abból, hogy mi is hogyan szolgáljunk, és hogyan védjük azt, amit Isten adott nekünk. Ugye az elején azt olvassuk, hogy Nehémiás, amikor hallotta ezt az egész helyzetet, hogy mi van az ő népével, szomorú lett. Ugye, hogy volt benne egyrészt egy érdeklődés, hogy mi van a népével. Nem a saját önző gondolatai voltak így, meg érdeke volt első körben fontos számára, hanem utána érdeklődött, hogy mi a helyzet az otthoniakkal, akik közé ő is tartozik. Ugye mindig van két út, amit dönthetünk, hogy egy dolog vagy közömbösen hagy bennünket, vagy pedig vágyunk arra, hogy mondjuk segítsünk, tegyünk, vagy lépjünk valamit. És látjuk azt, hogy Nehémiás szeretett volna változtatni ezen a helyzeten. Nem hagyta annyiban, hogy ez a rossz állapot, ami a saját népét érintette, az megmaradjon. És ugye ennek a következő lépése Nehémiás részéről, hogy elkezdett Nehémiás böjtölni. Ugye ezt olvassuk, hogy amikor meghallotta ezeket, böjtölt és imádkozott. Egy ilyen válaszként Nehémiás elkezdte odaszánni az idejét Istennek, hogy meglássa, hogy ebben a helyzetben, amit ő most lát, Isten azt hogyan látja ezt a helyzetet. Ugye a böjt az mindig valamilyen lemondással jár, meg odaszánással, hogy azt az időt, amit akár étkezéssel, vagy akár bármi mással töltenénk, azt Istennek szánjuk. És Istennek remek ígéretei vannak a böjttel kapcsolatban, hogyha odaszánjuk az időnket, az energiánkat Istennek, akkor Isten tud változást hozni az életünkben. Akárhogy egy-egy helyzetet lássunk tisztábban, vagy saját magunkat, az életünket lássuk tisztán, hogy Isten hogyan lát bennünket, vagy mik azok a területek, amiken kell változtatnunk. Isten képes a böjtölésen keresztül, ezt olvassuk Ézsaiás könyvébe, hogy szabadulást is hozni. Hogy ami fogságban van az életünk, az felszabadítja, hogy egy tényleg szabad életet éljünk Istenben. Akkor helyre is tud állítani Isten bennünket, hogy az, ami deformálódott az életünkbe, elrontódott az életünkbe, akár évek alatt, azt tudja így helyreállítani bennünk. És amit még ígér Isten a böjttel kapcsolatban, hogy táplál bennünket, hogy az, ami vágy, legmélyebb vágyunk Isten felé, azt tudja táplálni Isten bennünk. Azt az űrt, ami nélküle üres lenne, azt ő be tudja tölteni az életünkben. És ugye Nehémiásnak ez volt az első reakciója, hogy erre a helyzetre elkezdett böjtölni és imádkozni, hogy legyen megoldás. És az ötödik versben azt olvassuk, hogy emlékezteti igazából magát arra, hogy Isten, amit megígért, ahhoz tényleg hűséges. Ugye ezt Istennek mondja, de közben, amikor kimondja, akkor magát is emlékezteti, hogy Isten megtartja azokat a dolgokat, amiket ígért neki, az ő népének is. És látjuk azt, hogy nem egy megalkuvó, meg gyenge imádságot mond, hanem bátran kér Istentől, bátorsággal kér az Úrtól segítséget, hogy tudjon változást hozni az ő életébe is, de inkább az ő életén keresztül a népe életébe. Aztán ugye, amikor a király elé megy, azt olvassuk, hogy nem szokott szomorú lenni, viszont most ez a szomorúság látszik rajta, ugye, amiatt, ami történt így a népével, és ezt észre is vette a király. Nehémiásnak fontos volt az, hogy tényleg mi történik a többiekkel. Kérdés az, hogy bennünket mennyire érdekel mások élete, mennyire van a szívünkön az,
hogy az, akik körülöttünk élnek, akár családok, akár családtagok, vagy akár így barátok, munkatársak, ők az ő életük, az ő sorsuk, hogy mennyit tudunk értük tenni, akár imádságban, vagy akár fizikálisan is. Isten elhívta Nehémiást is, és ugyanígy bennünket is arra hívott el, hogy őt képviseljük a környezetünkben. Isten számára, ugye ez múlt héten is volt erről szó, hogy nem vagyunk érdektelenek, hanem törődik az életünkkel. És így mi is tudunk, mivel Isten velünk is törődik, és fontosak vagyunk számára, így mi is tudunk ebből továbbadni a környezetünkbe. És ugye mivel bizonyította ezt Isten, hogy ennyire fontosak vagyunk, és törődik velünk, ugye az új szövetségben azt olvassuk, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy ennyire fontosak voltunk neki, hogy szabad életünk legyen, hogy az egyetlen fiát adta ezért, hogy azok a bűneink, az elrontott dolgaink, a deformálódott dolgaink, azok helyre tudjanak állni. És ezért fontos az, hogy merjünk bátran kiállni amellett, akiben hiszünk, ahogy Nehémiás is tette itt a király előtt, hiszen egy elég elöljáró ember volt, viszont ennek ellenére nem félt attól, hogy felvállalja azt, amit Isten a szívére helyezett. A héten most házi csoporton is meséltem ezt a történetet, hogy olvastam egy könyvet, ami nagyon elgondolkodtatott, hogy Isten mennyire hatalmas, és hogy megéri azt, hogy bátran kiálljunk Isten mellett. Ez egy boszorkányról szól, aki boszorkány volt, és ilyen sötét mágiában volt benne. Prostitúcióval is foglalkozott, szóval így nagyon le is írja ezeket a dolgokat, nem minden részletet, de konkrétan leírja azt is, hogy a sátánnak ajánlotta fel a lelkét, szóval, hogy nagyon mély dolgokban volt benne ez a hölgy, és egyik nap hallott Istenről, hogy ő tud változást hozni az életében. És egy nagyon hosszú folyamat indult el az életébe, hiszen nagyon amiről múlt héten is volt, hogy megkötözött volt ez a hölgy, viszont Isten tudott változást hozni, és megszabadította őt azoktól a démonoktól, meg azoktól a sötét erőktől, ami őt fogta, fogság vagy rabságba tartotta őt, és aztán utána nagyon bátran hirdette ezt, hogy Istennek mekkora szabadító ereje van. Pedig ez nem kis dolog volt, hiszen azok, akik tőlő eljött, ők a halálát szerették volna, hiszen elpártolt tőlük. Szóval nem egy kockáztatta eléggé az életét, amikor ezt mondta, hogy Isten milyen változást hozott az ő életébe. De amellett, aki megszabadította őt, ő hirdette annak a szabadítását, hogy Isten képes változást hozni az életébe. És visszatérve Nehémiásra, amikor ezt látjuk, hogy a király előtt volt, akkor mielőtt megszólalt volna, azt olvassuk így a másik fejezetben, hogy imádkozott Istenhez, hogy mielőtt egy ilyen nagyobb lépést tett volna, elkezdett imádkozni, hogy Isten adjon erőt neki. Ugye nem a saját erejére bízott, vagy a saját erejében bízott, hogy ő majd úgy is ismeri a királyt, és majd így el fogja mondani a dolgot, hanem először kérte Isten segítségét abban, hogy úgy tudja elmondani, hogy az sikerrel járjon, és úgy legyen, ahogy Isten szeretné. Szóval nem magára támaszkodott a saját erejére, hanem Istenben bízott. Nagyon fontos tényleg, hogy imádkozzunk, akár kisebb, vagy akár nagyobb helyzetek előtt állunk, hiszen látjuk azt, hogy Jézusnak is nagyon fontos volt az, hogy imádkozzon, akár mielőtt nagyobb útra ment, vagy többekkel találkozott, akkor reggel felkelt, és felment a hegyre, imádkozott, mielőtt volt egy szolgálata. Szóval, hogyha Jézusnak ennyire fontos volt az imádság,
meglátjuk, hogy Nehémiás is mielőtt ilyen nagyobb dolgot tett, imádkozott Istenhez, így fontos, hogy tényleg mi is imádkozzunk, és kérjük az Urat. Még akkor is, hogyha látjuk azt, hogy emberileg ez könnyen megtehető, Isten tud olyan forrásokat felszabadítani, amivel lehet, hogy más irányba mennek a dolgok. Aztán azt látjuk, amikor így Nehémiás a király elé megy, és elmondja a dolgokat, hogy ezért nem egy felkészületlen emberről van szó. Szóval elmondja, hogy ezt és ezt az engedélyt kéri, ő hozzá szeretne engedélyt kérni, akkor ezeket a gerendákat is. Szóval hogy mielőtt ő a királyhoz ment, felkészült ebből. Felkészült arra, hogy ugye amire Isten elhívta őt, hogy építse újjá a várfalat, utána járt a dolgoknak. És nem passzívan várta azt, hogy majd a király oda fog adni neki mindent, hanem aktívan próbálta keresni a megoldást, és így ment elé, felkészülten a király elé. Így fontos az is, hogyha bármilyen szolgálatra készülünk, legyen ez gyülekezeti szolgálat, de legyen akár így a mindennapokban, akkor tudjunk felkészülni, és felkészültek legyünk, ahogy Nehémiás is tette. Aztán utána, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, Nehémiásig, akkor ugye az elején azt olvassuk, hogy Nehémiás hallott, meg utána kérdezősködött, hogy mi a helyzet az otthoniakkal, de látjuk azt, hogy utána ő is kimegy megnézni, hogy mi a helyzet ott a várfallal. Szóval nem elégedett meg azzal, hogy hallott dolgokat, hanem oda is ment, és ő is felmérte a terepet, hogy tényleg pontosan mi a helyzet. Hogyha Isten elhív bennünket egy területre, akkor fontos, hogy ahogy így az előzőkben is mondtuk, hogy felkészültek legyünk, meg ismerjük meg, amire Isten elhívott bennünket. Akár példaként említve, hogyha Isten egy külföldi misszióba hív el, ugye fontos az, hogy egyrészt tudjuk azt a nyelvet, meg valamennyire ismerjük így azt a kultúrát, hogy úgy tudjunk kapcsolódni azokhoz az emberekhez, ahova Isten bennünket elhívott. De ugye egy másik, hogy akár ugye a mi gyülekezetünket is minden évben érinti, meg most is készülünk rá, hogy az egyetemen tudunk ott lenni, a túlélő csomagot osztani, szoktunk osztani ugye az elsősöknek, hogy ez is egy remek lehetőség arra, hogy Istenről tudjunk tenni bizonyságot. És itt is ez is olyan, hogy készülhetünk erre, hogy Isten szeretne bennünket használni itt az egyetemen is. Aztán utána, amiután látjuk, hogy Nehémiás elkezdte a munkálkodást ezen a várfalon, ezt meghallották a környező népek is, meg környező emberek is, és ez nem tetszett nekik. Ugye itt a Szamballat és Tóbiáról olvasunk, de utána népek többi részben vannak az, hogy többi nép is nem tetszett nekik ez, hogy Nehémiás újra szeretné építeni ezt a falat. És elkezdtek gúnyolódni, fenyegetni, sőt elmentek odáig is, hogy leveleket küldtek, hogy akadályoztassák azt a munkát, amit Nehémiás elkezdett. Szóval mindig látjuk azt, hogy ha elkezdünk Istenben munkálkodni, akkor lesznek olyan emberek, vagy olyan helyzetek, ami ezt szeretné akadályoztatni, szeretné nehezíteni a munkánkat. Viszont látjuk azt, hogy Nehémiásnak erre nem az volt a válasza, hogy akkor megfutamodik, vagy abba hagyja, és majd később folytatja, hanem folytatták ugyanúgy a munkát, úgyhogy felfegyverkezve egyik kézben voltak a pajzs, másik kézben pedig építették a várfalat. Szóval, hogy fontos az, hogy felfegyverkezettek legyünk. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy részt felolvasni az Efézusi levélből. Az Efézusi levél 6. rész 10-től 17-ig.
Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejébe, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat az igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Igen, ezt azért is szerettem volna felolvasni, hogy ugye ez egy párhuzam azzal kapcsolatban, hogy ugye ahogy Nehémiásék is védték magukat, ez ugye ez a szellemi-lelki párhuzam, hogy mi is felfegyverkezhetünk Istenben. Mert ugye nem csak fizikai harcról van itt szó, ahogy Nehémiáséknak is nem csak fizikai harcról volt szó, vagy védelemről, hanem arról, hogy az, amire Isten elhívta őket, azt védjék és azt építsék. És ugye látjuk azt, hogy ellenség az mindig lesz, hiszen a sátánnak nem az az akarata, hogy Isten országa épüljön, hanem az, amit Isten épít, azt le szeretné rombolni. Ezért ugye itt olvassuk azt, és jó tanácsokat ad itt Pál ebben a részben, hogy ugye 14-es versben ezt olvassuk, hogy álljatok meg tehát felövezve derekatokat az igazság szeretettel. Ugye ez az igazság szeretet, ez jelenti azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz az igazsághoz, ami benne van a Bibliában, amit Isten kijelent nekünk, és ehhez ragaszkodjunk. Ugye például lehet, hogy vannak olyan szituációk, amikor könnyebb lenne hazudni, mert talán rövid távon jobban megérő, de ha hosszú távon is Istenben gondolkodunk, akkor itt is ez van, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz, a tisztasághoz. Aztán ugye a megigazulás páncélja a következő. Ez ugye jelenti azt, hogy Jézuson keresztül Isten már igaznak tekint bennünket, és igaznak nyilvánít Isten, hiszen Jézuson keresztül tekint ránk Isten, hogyha elfogadtuk azt, hogy Jézus az, aki meghalt és feltámadta a mi bűneinkért. Aztán itt olvassuk azt, hogy a felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, ez jó hosszú szó összetétel, de ugye a lényeg az, hogy az evangélium, az örömhír, ami Isten ereje, ez az, ami minden körülmények között tudunk Isten, minden körülmények között tudunk kiállni Isten mellett. És fontos az, hogy ragadjuk meg az alkalmat, hogyha van lehetőség arra, hogy elmondjuk az evangéliumot, és ugye ez nem csak szavakból is áll, de az egész életünk is hirdeti az evangéliumot. Aztán utána azt olvassuk, hogy a hit pajzsa, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát a 16. versben. Ugye a hit meg a pajzs az egy védelmet jelent a kísértésekben, a nehézségekben, hogy Istenben meg Istenre támaszkodva éljük meg ezeket a helyzeteket. És ő az, aki akármilyen körülményben is vagyunk, vagy kísértésben is vagyunk, tud így bizalmat adni, hogy benne bízzunk, és ő tud majd átsegíteni bennünket a nehézségeken, vagy a kísértésekben. És Nehémiással kapcsolatban még pár dolog. Ugye itt azt a részt felolvastuk, amikor Nehémiás elmondja, hogy mennyit adakozott a népnek, hogy az a építkezés, amit elindítottak, az ahhoz legyen elég energia, és ne kelljen ugye elmenni, és ezért adott ökröt, juhokat, meg 10 naponként adott bort is. De a Nehémiás
egy példát mutatott ezáltal az embereknek, hogy ugye hozott áldozatot ezért, nem csak mondta ezeket a dolgokat, vagy csak üres szavak voltak, hanem látjuk azt, hogy ugye az élete is így emögött állt, hogy áldozatokat hozott ezért, hogy tényleg felépüljön ez a várfal, amire Isten elhívta őt. És ő tényleg saját életén keresztül mutatta be azt, hogy ez fontos és lényeges számára, hogy az, amit Isten elmondott neki, meg ő felhozta az ő szívében, az végbe menjen. Pálról olvasunk, hogy Pál mondja ezt Timóteusnak is, hogy fontos az, hogy legyen példa a Timóteus beszédben, maga viseletben, de fontos az, hogy tényleg így tekintsünk arra, hogyha Isten elhívott bennünket, akkor az egész életünk tud egy példa lenni, akár így a családunkban, a barátaink körében. És aztán utána azt látjuk, hogy Isten győzelmet adott, mert a várfal, az, amit az elején elindított Nehémiás, hogy épüljön, az elkészült és felépült. Szóval Isten, amit megígért, azt látjuk, hogy be is teljesedett. Ugye könnyű ilyenkor az egész történetet látva, hogy milyen jó, hogy aztán sikerült így a várfal felépülése, de közben sok minden nehézségben is kellett kitartani a Nehémiásnak, áldozatot hoznia, felfegyverkeznie magát a népet, de aztán látjuk, hogy Isten meghozta, megszületett a gyümölcse, és Isten győzelmet hozott Nehémiás életébe. És ahogy látjuk itt, hogy felépült ez a fal, Isten, és ugye a fal az, ami védelmet jelent, tehát elkülönülést, így a mi életünkben is Isten tud felépülést hozni, hogy az, ami romos, vagy elrontott dolgok, azokat fel tudja Isten építeni az életünkben, és egy győztes életre hívott el bennünket, ahogy Nehémiásnak is győzelmet adott. És szeretnék még egy részt felolvasni a zsidókhoz írt levélből. Zsidók 4:14-16. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.